Hogy tetszik eddig a filmszemle? Hát nagyon jó, nekem nagyon tetszik. Király, nekem bejött. Tetszett, igazából még sosem voltam ilyenen, és ez kifejezetten tetszett, mert ilyen filmeket láthattam, amiket diákok készítettek, és nem egy profi Warner Bros. Vagy nem is tudom, hanem a mikorosztályunk, és hogy ragadják meg a világ különböző dolgait. Voltunk már tavaly is, és idén is jelentkeztünk egy filmmel, és jó. Nagyon-nagyon élveztem, szerintem tök jó kezdeményezés az egész, és remélem, hogy majd még több ilyen is fogunk részt venni. Endre vagyok, a gazdasági igazgató. Rácz Mária, minőségellenőr. Szia, hogy tetszett a beszélgetős est? Nekem nagyon tetszett az est, bár a filmet még nem tudtam megnézni. Szerintem tök érdekes volt. Hasznos élmény volt számomra. Annál nagyobb csoda, mint amikor a hétköznapinál hosszabban néz bele az ember a másiknak a szemébe, az emberre ráemeli a másik ember a tekintetét igazán, és az ember meg visszanéz, és még ráadásul történik is, mert azért hiába nem vagyok színész, de óhatatlanul azok a szituációk voltak, még ha zavarva is voltak szigetelő szalaggal, meg marhapörköltel, meg végszavakkal, meg nem tudom mikkel, akkor is ez csodálatos volt. Milyen hasznos infókat tudtál meg? Hát egyrészt a film készüléséről, picit bemutatása volt a filmes szakmában való működésről. Hogyan zajlanak ezek a forgatások, vagy ugye a színészkedésről? Megtudtam, hogy hogyan készült a szex jelenet. Ez számomra nagyon hasznos volt, és remélem, hogy a jövőben is tudom hasznosítani. Forgatáson a legnagyobb urat úgy hívják, hogy a jel. Az nem úgy van, hogy az ember csak megy, mondja drámai szövegét, és aztán azt fölveszik, és kész a jelenet, hanem megvan, hogy honnan kell indulni, hova kell eljutni, de nem ám lenézni közbe, hanem mintha ott se lenne a jel. Dugás közben is volt egy sárga szigetelőszalag, ahová adott stádiumba kellett néznem. Volt egy piros szigetelőszalag, mert segítettek. Volt egy piros, ahová az orgazmuskor kellett nézni. Kicsit túlzok. De lényegében ez volt, és hát közben képzelj el, hogy itt vannak az ember szájába. Kamerával vagy anélkül, lámpával vagy derítő túróval. Rengeteg érdekes film volt pár kicsit véres is, de voltak vidám filmek is, és rengeteg szórakoztató film is volt. Mások elemzéséből is több olyan tipp jött, ami miatt többet tanultam. Jó volt a zsűri, jól fogalmazott, érthetően mondta a dolgokat. A Jancsó Miklós, aki ennek az egésznek ugye a atya, a gazdája, a kitalálója és a csillogó neve volt. Ő mindig a gondolatot, a mondani valót, azt tartotta fontosnak. Ha nincs mondani valód, csinálhatod a világ legszebb filmét, ilyen beállítása, meg cinemaszkóban, meg olyan izében, akkor az nem ér semmi. Hogy tetszett a kritika? Hasznos volt egy szakmabeli véleményét így meghallgatni. Jó volt, mert olyat mondott, ami abszolút segített abban, hogy hogyan tudnám így jobbá tenni a filmemet. Nyilván most elmondta, hogy kéne fényelnünk, illetve hogy nem kéne ennyire szájbarágósnak lennünk, úgyhogy ez tényleg egy olyan dolog, amit tökön meg lehet fogadni, és akkor így tudunk mi is fejlődni. Nem ragaszkodott a filmekhez, hanem elment messzebb, és úgy értékelt, hogy belement a részletekbe, és érdekes volt. Mindenféle foltok lüktettek érdekesen, de bele lehetett látni ugye abba a folyékonyszerű állapotba, hogy mintha egy szív dobogna. Tehát a két rébusz, a két asszociációs elem egyszer csak találkozik valahol. Közös húr keletkezik a közlő és a befogadó között. Ez okozza a nézőben azt az élményt, amit úgy hívunk, hogy áh. Ez a legnagyszerűbb pillanat, amit egy film vagy bármilyen műalkotás előidézhet. Iszonyatosan hosszú a dolog. Körülbelül eltelik 4-5 perc, amíg reggelit készít magának és elindul. hogy is mondjam, nem lehet engem ennyi ideig ellenőrzés nélkül hagyni, mert elbitangolok. Nem megyek együtt a filmen, elbitangolok és garázdálkodni fogok mindenfelé, már itt bent. Ez megengedhetetlen. Valaki 2,5 percig szendvicset készít magának reggel. Hát így nem kezdődhet egy film. Nem lehet a kézremegés benne a képben. Tehát amikor az operatőr rámegy a fiú arcára, utána jön a naplónak egy lapja, ugye azt hiszem, az ugyanígy, amikor a szabadban ugye van egy átsvenk, és hát érzem a kézmozgás benne. Ez is megengedhetetlen. Tessék vinni egy stratívot és rárakni. Vagy föl kell venni 3-szor, vagy 13-szor, hogy, mert végül ezt meg lehet tanulni. A zene az nagyon fontos egy filmnél, az aláfestő muzsika. Megy a juhász szamáron, bőgatya, földig ér a lába, bőgatya, nagy a legény, de nagyobb, bőgatya, boldogtalanság, bőgatya. Hiszen az élete ilyen hullámzó, és a zene meg egy teljesen egyhangú muzsika volt, tehát még véletlenül se találkozott a történettel. A filmnek a lényege a közeli, tehát az, hogy kivágom, az a színház. Hogy ott ül az asztalnál két ember, és aztán a néző dönti el, hogy akkor most őt nézem, mert a filmen ott a kamera a néző. Az a saját filmemnek a kritikájából tanultam a legtöbbet. A nézőnek látnia kell a szereplőnek a gondolatait akkor is, hogyha nem konkrétan ezt mondja a dialógus szerint. Jobban odafigyeltem, hogy mikor lépjek be, meg ki a ilyen jelenetekből, meg a párbeszédekre, hogy ne legyen annyira erőltetett. Át kell gondolni szerintem jobban a koncepciót. De hát ez mindig most már úgy visszanézve, én is sok minden másképp csináltam volna, de tényleg hasznos tanácsok voltak. Tudjátok, mi a jó pofa? Hogy körülbelül még 5 film úgy kezdődik, ahol jön a vonat. A vonat az mit jelent nektek? Magányosnak, ami nem jó. Írtam néhány legfontosabb dolgot, amivel foglalkoznak, hát talán elsőre vettem a magányt. De ez egy, gondolom, egy ilyen félig meddig kamaszkori probléma. A másik a drog, annak a hatása. És a harmadik, az egyik legfontosabb, ez a reggeli ébredés. Ez nagyon sokszor tér vissza a filmekbe, hogy a szenvedéseknek az egyik kútja, hogy reggel fölébresztik őket. Nekem most kivételesen tanulságos volt minden, amit az operatőr úr mondott. Úgy érzem, hogy nagyon rátapintott arra, ami tényleg hiányos volt. Minden filmben a pozitívumat kereste, és ez nagyon szimpatikus volt. Mondjuk a mi filmünkben speciál nem talált negatívumot, szóval elég könnyű dolga volt. Nem csak pozitívumokat mondott, hanem kimondta, amit ő gondolt, és az igazságot. Az utolsó rossz, amit akarok mondani róla, ez az a kibaszott szakácskés. Szóval olyan szinten van túlhangsúlyozva, elég lett volna egy borotva penge, elég lett volna bármi, tudni, ettől egy kicsit parodisztikussá vált, hogy ezzel a nagy szakácskéssel járnak. Fekszel a földön, a különbek rúgdosnak, és nézed a gyereked, ahogy téged néz. A járókelők közben csak járnak és kelnek, azért járókelők. Senki nem avatkozik közbe, senki nem segít, senki nem kiállt rendőrért, nyílnak a csomagtartók, lendülnek az akciós termékekkel teli nájlonzacskók. A járókelők most csendben örülnek, hogy ők nem pont úgy különböznek, ahogy te. Nem olyan feltűnően. Tavaly is megért ez a tiszteltetés, hogy részt vettem ezen a versenyen. Tavaly hála Istennek első helyezést értem el, most pedig dicséretben részesültem, úgyhogy ez nagyon nagy öröm számomra. Remélem ezzel tudok mit kezdeni, és jövőben még több filmet csinálni. Az Esti Kornai együttesnek készült videóklip, inkább szürrealista, elvontabb jellegű zene, és a mi világunk is ilyen a barátnőmmel. Ez egy vegyes technikai animáció, tárgyanimáció, pixeláció és fázisrajz. Legközelebb is tervezünk ugyanilyesmi jellegű animációkat készíteni. Milyen indítatásból csináltak filmeket? Én már 9 éve ezt tanulom, és akkor csak így jött az ötlet, hogy csináljunk egy horrorfilmet, megírtuk a forgatókönyvet, kibéreltünk kamerákat, és ennyi. Jövőre fogunk jelentkezni, igen. Ez igazából egy elég rövid film, az idő múlását és a gyorsaságát mutatja be az árnyékok segítségével. Tervezel még filmet készíteni? Ezzel szeretnék majd foglalkozni mindenképpen. Ezzel kapcsolatban szeretnék tovább tanulni is, és igazából jövő héten kezdjük egy új filmet, úgyhogy nem, nincs megállás most. Adjál már tollat! Nem tudsz adni egy tollat? Adj egy tollat, légy szíves. Adj már egy tollat. Hé, Ábri. Adj már egy tollat. Számítottatok erre a helyezésre? Na, így gondoltuk, hogy lehet, hogy nyerünk, lehet, hogy nem. Igazából nem ez motivált minket. Örülünk így, nem lehet mást csinálni ilyenkor. Próbáltunk egyrészt a saját ízlésünk keretein belül lenni, másrészt viszont olyat, ami úgy éreztük, hogy megszólít majd embereket, szóval erre az egyensúlyra törekedtünk. Eszméletlen nagy élmény volt forgatni, ez az első filmünk. Tehát, hogy ideig csak ilyen sulis projektekre csináltam filmeket, és ez volt az első olyan, hogy akkor most tényleg barátokkal és minden, nincsen feladat, saját forgatókönyv, tényleg azt csinálhatjuk, amit szeretnénk, és nagyon nagy élmény volt, és soha nem gondoltam volna, hogy akkor már az első egy ilyen eredmény lesz, de nagyon nagy meglepetés, és tényleg egy olyan dolog, hogy akkor most ezt folytatni kell. Biztos, hogy ezekből a hibákból tanulva legközelebb egy jobban átgondolt, részletekre figyelni fogunk. Nagyon sok tippet kaptunk arra, hogy operatőrileg hogy kéne változtatni, milyen beállításokat kéne javítani, szóval nagyon motiváltak vagyunk szerintem most. Ennek a szemlének, meg az alkotók számára ez a legérdekesebb, leghasznosabb része, hogy van módjuk személyesen meghallgatni profiknak a véleményét arról, amit csináltak. Nagyon megérte eljönni, és szerintem jövőre is megpróbáljuk. Jövőre terveztek új filmmel indulni? Abszolút, biztosan. Hát amíg nem nyerünk valamit, hát muszáj indulnunk.